Napirend előtti felszólásra jelentkezett Vadai Ágnes képviselő, a DK tagja, Európai ügyeink címmel. Megadom a szót. Köszönöm a szót, tisztelt háztisztelt képviselőtársaim. Már 21 olyan európai kormány van, amely csatlakozott vagy jelezte csatlakozási szándékát az Európai Ügyészséghez. Az Orbán kormány, mondanom sem kell, nincs közöttük. Az Európai Csalás Elleni Hivatal jelentéséből tudjuk, hogy a Fidesz okkal fél az Európai Ügyészségtől, mint a tűztől. Ha ugyanis nem Polt Péter legfőbb ügyészségének kellene vádat emelnie az uniós pénzekkel kapcsolatos korrupciós ügyekben, akkor számos fideszes politikus, fideszes oligarha, rokonok és barátok lennének már Rács mögött. Többek között Orbán Viktor veje, Tiborcz István is, aki, és itt idézem a vonatkozó Olaf jelentés nyilvánosságra került részét, bűnszervezetben elkövetett csalást valósíthatott meg. Lehet, hogy a miniszterelnök veje sötétséget hozott a magyar városokra a szétlopott közvilágítási fejlesztésekkel, de Európában nem tud olyan sötétség lenni, hogy ne látnák, Magyarországon köztörvényes bűnözők vannak hatalmon. Önök ezért nem hozták nyilvánosságra a Tiborcz István közbeszerzéseiről szóló Olaf jelentést. Ezért menekül Tiborcz úgy a sajtó elől, mintha vasvillával kergetnék. Ha a miniszterelnök vejének rémálmai vannak, akkor azok az Európai Ügyészségről szólnak. De mondhatnám példaként még Mészáros Lőrincet is, az ember, aki gázszerelőből lett az ország egyik leggazdagabb embere. Egy gyengébb pillanatában még el is ismerte, hogy Orbán Viktor barátsága kellett ahhoz, hogy ennyi magyar és európai közpénzt nyerjen. Ezért nem akarnak önök Európai Ügyészséget sem, mert félnek a börtöntől. Ezt a kormányzást az Európai Ügyészségen úgy neveznék, no nem keresztény demokrácia, hanem különösen nagy értékre bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás és hivatali visszaélés. Ez az igazság. De tudják, mint képviselőtársaim, tegyük fel egy pillanatra, hogy önök nem velei korrupt bűnözők. Ugyan nem vagyok híve a fikciós műfajnak, de tegyük föl. Érdeklődni szeretnék, hogy mi okuk van arra, hogy azt mondják, nem akarják, hogy az Európai Uniónak hatásköre legyen arra, hogy megvizsgálja és börtönbe zárja azokat, akik a közös európai kasszát fosztogatják. Semmi. Ha önök tisztességesek lennének, akkor semmi okuk nem lenne erre. Ezért ez nem más képviselőtársai, mint egy beismerő vallomás. Ha egy büntet helyszínén valaki nagyon erősen tiltakozik az ellen, hogy rendőrt hívjanak, akkor azért általában az az ember az elkövető. Pontosan így viselkednek önök is. Trócsányi László igazságügyi miniszter mindig azzal indokolja, hogy miért nem csatlakozunk az Európai Ügyészséghez, hogy idézem, jelenleg is vannak olyan intézmények, amik elvégzik a kívánt feladatot. Remélem figyeltek a kívánt feladatot. Tisztelt ház, a magyar ügyészséggel éppen ez a baj, hogy nem a törvények betartásán dolgozik, hanem a Fideszben kívánt feladatokat végzi el. Kimosdatni a fideszes politikusokat, oligarchákat, rokonokat, és természetesen besározni ártatlan embereket, főleg ellenzéki politikusokat. Kérem, nekem nem mondják azt, hogy az Európai Ügyészség munkáját elvégzik a magyar intézmények, mert láthatóan nem végzik el. Ha elvégezték volna, akkor azt gondolom, hogy már régen börtönben ülne, vagy legalábbis a vádlottak padján lenne Tiborcz István a közvilágítási fejlesztések miatt. Ugyanígy nincsen börtönben például a romák felzárkóztatására kapott pénzzel elszámolni nem tudó Farkas Flórián. De nincsen börtönben a letelepedési kötvényekkel, az illegális migrációt és a nemzetközi bűnözést segítő Rogán Antal, ahogyan nincsen börtönben az orosz bűnözőknek és kémeknek útlevelet adó Kis Szilárd. És természetesen lehetne még folytatni a sort, hiszen elég sokan vannak. Majd akkor mondják nekünk, hogy az Európai Ügyészség munkáját elvégzik a Magyarországon a magyar hatóságok, a legfőbb ügyész, az ügyészségek, hogyha ezek az emberek börtönben, vagy ahogy jeleztem, legalábbis a vádlottak padján fognak ülni. És nem csak azt hallgathatjuk Polt Pétertől, hogy az Európai Csalás Elleni Hivatal előtt még egészen egyértelmű ügyekben Budapestre érkezve már nincsen miről nyomozni. Amíg ezt mondják, addig, ahogy önök szokták mondani, csak duma, hablaty és hamuka van.
Mi a Demokratikus Koalícióban határozottan támogatjuk azt, hogy Magyarország csatlakozzon az Európai Ügyészséghez, mert hiszünk abban, hogy aki lop, annak pártállásra tekintet nélkül börtönben a helye. Még akkor is, hogyha jelen esetben egy független igazságszolgáltatás esetén ez a letartóztatások miatt azt jelenteni, hogy a Fidesz parlamenti kétharmada rövid idő alatt egyharmadát csökkenne. Köszönöm szépen! A kormány nevében Németh Szilárd államtitkár úr fog válaszolni, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt képviselőtársaim, és nincsen börtönben Gyurcsány Ferenc se, pedig ő saját maga vallotta be összödi beszédében, hogy oda való. Nos, amit most hallottunk, az semmi más, mint annak a hetek, hónapok, évek óta zajló folyamatnak a része, amelyben a hátam mögött ülő DK-s politikusok és a hozzájuk csatlakozó ellenzékiek Magyarország szuverenitását, Magyarország, a magyar emberek szabadságát tipolják lábbal, és arra szeretnének bennünket rávenni, hogy itt a magyar parlamentben mi magyar képviselők, akiket egyébként legutóbb április 8-án megválasztottak az emberek, és nagyon világosan elmondták, hogy mi a dolgunk a magyar parlamentben, a magyar érdekek képviselete. Mi ne a magyar érdekeket képviseljük, ne Magyarország szuverenitásáért, ne a magyar emberek biztonságáért emeljünk szót. És ennek része az a folyamatosan szajkózott, egyébként az igazságügyminiszter úr által itt a múlt héten a pulpituson teljes egészében megcáfolt érvelés, amely szerint az ügyészséget, a bíróságot, na meg nem tudom én még kicsodát nem, mindenkit Brüsszel alá kellene rendelni. Mi pedig ugye azokkal a jogszabályváltoztatásokkal, itt szeretnék utalni az alaptörvény módosítására, pont ennek az ellenkezőjét tesszük. Pontosan az április 8-án a magyar emberek által meghatározott úton menve. Tehát mi nem akarjuk, hogy Brüsszelből irányítsák a magyar ügyészséget, mi nem akarjuk, hogy Brüsszelből irányítsák a magyar bíróságot. De egyébként, ha már korrupciós ügyekről beszélünk, azért gondoljunk bele mondjuk az Emir botrányba. 18 milliárd. Ez a botrány egyértelműen az Altushoz, Gyurcsány Ferenchez köthető. De valaha volt, tehát az Európai Unió történetének, nem csak Magyarország, hanem az Európai Unió történetének valaha volt legnagyobb korrupciós botránya, amit egyébként megpróbálnak minden áron elfedni. Erről maga egyébként az Olaf jelentésből ismerjük, a budapestiek, a fővárosi közgyűlés által meghatározott jelentésből ismerjük az egész történetét, hova vezetnek a szálak. Minden ilyen korrupciós szál Gyurcsány Ferenchez vezet. Itt ugye csak nem 160 milliárd forintról van szó, és most ennek a kormánynak nekünk kell majd visszafizetni 59 milliárdot. Tehát szerintem egy kicsit szerényebben kellene bánni akkor, amikor másokat vádolnak korrupcióval, de hát menjünk a családi cégekhez. Hát az Altus úgy ki van bélelve milliárdos brüsszeli megrendeléssel, hogy a világ olyat nem látott. Tehát akkor, amikor ellenzéki, a szomorú ellenzéki kenyeret kell lenniük, immár harmadszor, ugye az emberek döntése értelmében, akkor Brüsszelből kapnak megrendelést, hogy brüsszeli érdekeket képviseljenek itt a magyar parlamentben, és ezt nem tűrhetjük. És egyébként ugyanezt tapasztaljuk akkor, amikor a bevándorlással kapcsolatban folyamatosan azt szajkozzák, ami benne van a soros tervben, a határok teljes meggyengítése, az emberek döntése, a magyar emberek döntése, a magyar parlament döntése nélkül a beáramlás megszervezése, a letelepítés, és az összes ilyen ügyben azt látjuk, hogy Magyarország ellen, a magyar emberek biztonsága ellen, a magyar szuverenitás ellen küzdenek itt a parlamentben. Én szeretném fölhívni a figyelmét mindenkinek arra, hogy ez a kormány, ez az április 8-án az emberektől bizalmat és felhatalmazást kapott kétharmad, ez pedig azt mondja ezzel szemben, amit a DK-sok mondanak, hogy nekünk Magyarország az első. Nekünk a magyar emberek érdekeit kell képviselnünk a magyar parlamentben. Köszönöm, elnök úr, hogy válaszolhattam.